hogy úgy éreztük, hogy, hogy van már annyi minden mögöttünk, hogy érdemes megörökíteni magunk és az utódok számára is, mert óriásit fejlődött a településünk. Én ennek a kapcsán úgy elgondoltam a könyvnek a készülése során, készítése során, hogy, hogy mi a legcsodálatosabb a mi falunkba. Nem az, hogy, hogy városi szinten élünk, tehát teljes infrastruktúra, portalanított utak, szennyvíz, csatorna, víz, gáz, villany, az természetes. Érdekesség, hogy a villanyt 1958-ban vezették be a faluba, és 1968-ban már a vizet és a gázt vezették. Szóval egy olyan óriási ugrás történt ott a 10 év alatt, hogy, hogy szinte fölmérhetetlen, elképzelhetetlen. És akkor természetesen, hogy itt egy kicsit dagad a mellem, mert hogy érdemem nincs benne ugyan, csak hogy az iparákhoz tartozom, hogy az olaj. Az olaj és a gáz. Ez volt a vívőerő, a hajtóerő. És eredetileg onnan indultam ki, hogy azt akartam mondani, hogy számomra a legcsodálatosabb, amit most ugye láttam, hogy ez a falu a semmiből lett. Én nem tudok más mondani, tehát ez egy puszta volt, ahol állatokat legeltettek, a pásztorok, aztán elvonultak onnan, továbbálltak, és egyszer csak ott maradt egy pár ember, és aztán betelepültek, és azon a szörnyű vidéken, nem tudom, hogy ki ismeri Szanknak a határát, hogy tudják, hogy mennyi homok van ott nálunk, és milyen mostoha természeti körülmény, és ebben a környezetben, ezen a helyen meg tudott települni, és egy ilyen települést, egy ilyen falut tudott létrehozni. Polgármester úr szerénykedik, mindig nem meri mondani. Én, nem az én érdemem, és azért nyugodtan mondhatom, hogy én nagyon, nagyon büszke vagyok a falunkra, mert én nem tudom, de szerintem kevés ilyen van az országban is. Hogy minden orvosi ellátástól elkezdve ez a gyönyörűen felújított iskolánk, amelyik most ugye a református egyház, fenntartásában van, de és a tornacsarnokkal együtt, és az öreg otthon, és a kultúrház, és a képtárról nem beszélek, mert itt lesznek majd illetékesebbek. Szóval egy teljesen komfortos falu, és egyet hagyd mutassak mindjárt ebből a könyvből. Nagyon tetszett nekem, leteszem addig ezt. Az első lapján van egy éjszakóra arc, amit ott készített. És én azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen megadja az egész könyvnek a hangulatát, mert aki erre ránéz, azt mondja, hogy ez semmi. És a Készabó Béla azért is nagyon nagy művész szerintem, mert a semmit tudta lerajzolni, nem? Hát ez olyan gyönyörű, ahogy nekem legalábbis, ahogy ránézek, és semmi, ez az egy-két fűszál, meg ez a kis senyben pokorít minden, és ezen a vidéken lett ez a gyönyörű falu, ami a milyen. Onnan hazakerülve Gyulafehérváron, mert Jészabó Béla, Gyulafehérvári Szabó Béla, azért, mert az édesapja vasutas volt, és így a család többször költözött a életük során. Református háromszéki családból származik, a gyulafehérvári híres katolikus gimnáziumnak volt eminens tanulója, remek matematikus, de nagyon kiváló, különleges ember tehetség, és hát megmutatkozott a rajzkészsége már akkor. Készlapóhoz való kötődésünk azt gondolom most már kicsit bővebben is erősödött. Kívánok új szintén, és nagyon sok sikert kívánok a további munkához, és Készlapó értékmentésének a további terében. Mindegyik köszönöm Bélának és polgármesternek is, hogy itt tudott a közöttünk, és Szankra való eljutásunkat kicsit bátorabbá tettétek. Én azt hiszem, hogy ez az érsőtemben nem szokott megengedés venni, de én sem.
arra biztatok, hogy lehet tanulni is, és előteríteni mások igazán hasznos dolgaiból. Még annyit azért, hogy Eszter Tamás nagytisztelt úr halasan kezdte, és úgy megy majd át Szantra. Hát minden összefügg mindenben, és mint tudjuk, a szanti busztat azért halas része volt, és ilyen értelemben mindig is összeszalkozott. Bán Benjamin? Nem. Görög eredetűben olvas egy régi mutatkozó. És akkor megérik ez a francia a várospárnak, hát ők volt merre, amíg merre, hova kell menni, és akkor utána megrökönyödben mondták, hogy a szanki pusztán, hanasi pusztán, pásztor és görög nyelvű, jól olvassan a többelhosszú leírásokat. Úgyhogy kérem szépen, Bán Benjaminre is büszkék vagyunk, és mindannyian, akik emlékét őrizik, Bán Benjamin Eszter Tamásnak is nézhatok egyet. Köszönöm a jelenlétet, Szankéna természetesen szeretett vacsorára invitáljuk, és mindenkinek jó egészséget, és sok-sok jó tavasznak.